sokkal rosszabb lesz, de egyre jobb volt, mint amennyire számítottam. Én igen, belátható időn belül van a vége. Tehát ott az óra ki van rakva, és lehet nézni, 15 perc, az mindjárt itt van, és akkor van cél, amit látunk, hogy na, már csak addig kell nyomni. Nekem más elég volt, mint a megszokott edzés, mert igazából olyan, hogyha futva fekvő támaszkoznék, vagy nem tudom, tehát hogy ilyen kettőnek a kombináció, hogy közben azért mégis súlyokat is emelt, mert saját testődött ezt emelgetett, de hogy ennek a rezgésnek a hatására igazából nem tudjuk közben futni, vagy nem tudom, hogy ilyen kardió jellegű edzés volt, úgyhogy én is elvártam végre. De ez a szakmához az is hozzátartozik, hogy az ember nézzen is ki valahogy valamit, hogyha megyünk esetleg fotózásokra, azért hogy az embereknek talán ezzel is egy kicsit példát mutathatunk, hogy igenis foglalkozunk a testünkkel, úgymond. Mindenki elmondja a saját elképzelését, hogy mit tudom én, lelek egy képet, hogy én így szeretnék kinézni. Hát sose fogok úgy kinézni, de legalább ne legyen kis redő alsóban, amikor leülök, vagyis legalább ne legyen akkor. Gyors, hatékony, már ez még rajta nem látszik, de jó, már nem látszik, de már az elmélet az, hogy egy itteni fél órás edzés, az felér egy két órás edzéssel, tehát körülbelül ilyen hatékonysága van neki. Én most egy hét intenzíven vagyok túl, előtte elfoglaltságot kértem egy egész hónapot, akkor kinőtt a pocak, most meg lement, tehát az egy hét, ez marhára elég volt arra, hogy az egy hónapnyi lustulás az eltűnjön, és akkor most már megkezdjük az építkezést. A szakértelem azt hiányzik, hogy most mondhatjuk azt, hogy most ezt emelgetem 20 percig ezt a súlyt, és majd izmos leszek, aztán utána azt veszem észre, hogy igen, itt nőtt egy ekkora puklim, és mindenhol más meg ilyen. Szóval nagyon fontos, hogy valami szakértő emberként van körülöttünk, és csavar. Mindenki azért azt mondja, hogy jó, akkor jöjjünk el edzeni, mert a nyáron jól szeretnék kinézni, de amúgy tényleg is jól szeretnék kinézni, de most, hogyha felépésen, hogyha nem is vetközök le, de azért, hogyha elmegyek a strandra, nem fogok pólóban a vízbe menni. Mindenben az a vágy, hogy egységesen mindenre edzen, és nem csak úgy, hogy csak merre, csak bicepsre, mert tényleg, mint mondott az Oli is, hogyha most nem tudom, csinálsz egy csak bicepsre, és akkor ilyen, az Oli. Tehát, hogy ilyen puklit lesz, és akkor így konkrétan nem állad, ez meg sehol. Tehát, hogy igazából az a jó edzés, hogyha egységesen az egész testet épített folyamatosan. Igazából bármilyen izomcsoportot meg lehet mozgatni, és csak azt mondom, hogy én most szeretnék bicepszezni, vagy hátra, vagy a hasra, akkor arra is többféle gyakorlat van, szóval azt szeretem, mert ilyen nagyon multifunkcionális eszköz. Nagyobb koncertekre próbálunk rámenni olyanokra, mint amilyen a Szimulis 22-én, amikor végre élő zenekarra fogunk tudni zenélni, és tökélem, hogyha ezt kicsit sokszorosítanánk. Meg a saját dalunk érkezik vonnyára. Igen, egy nagyon jó kis nyelmi óta lesz, amit reméljük, hogy az emberek ki strandolás közben hallgatnak előszeretettel. Én és a Szikora Robival és az Ergóval is fogunk menni egy turnéra az ország körül, valamint, hogyha minden igaz, akkor... Talentúra is. Akkor határentúra is, de most nem azt akartam mondani, hanem azt, hogy egy színházi darabban is szeptembertől szerepet kapunk, szóval valószínűleg a nyáron elkezdődnek le a próbák is.